Szeretettel köszöntelek, én Kálmán Tamás vagyok, és ebben a mostani videóban azt fogom megmutatni neked, hogy hogyan gyakorold az angol nyelvtan szóban és egyedül, azért, hogy beszéd közben is gondolkodás nélkül menjen. Nos, az angol nyelvtan nagyon sok diák számára egy valóságos rémálom, és éppen azért, mert nem úgy gyakoroltatják a diákokkal az angol nyelvtant, ahogy a való életben használniuk kell majd, azaz beszélgetés közben, tehát beszéd közben. Amikor a nyelvtan gyakorlására kerül a sor, akkor az esetek 99,9%-ában írásban történik. Biztosan ismerős neked is, amikor a tanárod azt mondja, hogy ebben a fejezetben átvettük az X és az Y igeidőt, úgyhogy a jövő órán témazárót írunk ezekből. Na most, amikor a jövő órán te megkapod a feladatot az órán, akkor bőven van elég időd arra, jó, lehet, hogy persze izgulni fogsz, de bőven van időd arra, hogy nyugodtan végig gondold, hogyan épül fel az adott szerkezet, milyen segédigéket kell használni, és az ige melyik alakját kell majd használnod. Na most, ez az a dolog, amire nem lesz időd beszéd közben. Tehát két dolog szokott ilyenkor történni. Egy, a diák gyorsan akar beszélni, azaz normális beszédtempóval, és elrontja, tehát rossz szerkezetet használ, vagy kettő, annyira lelassul a diák beszéde, mivel közben gondolkodik a szerkezetén, hogy egyszerűen képtelenség kivárni, hogy megtalálja a helyes megoldást. Elárulom neked, hogy az angol nyelvtan beszéd közben egyetlen módon lehet gyakorolni, szóban és hangosan. Tehát élőszóban és hangosan. Már is mutatom, hogy hogyan gyakorold ezt egyedül, megint az egyszerűbb megoldásoktól fogunk menni az összetettebbek felé. Első számú javaslat, hangosan gyakorold az adott nyelvtani szerkezetet a különböző igékkel. Tehát tegyük fel, hogy az órán éppen most gyakoroljátok a present perfect, azaz a befejezett jelen igeidőt, mindenki nagy kedvencét, és semmi más dolgod nincs, mint otthon végignézni mondjuk a rendhagyó igéket, és mindegyik rendhagyó igével hangosan mondasz egy példamondatot az egyik családtagodnak vagy magadnak. Például, I have been to Italy, voltam már Olaszországban, vagy Have you ever eaten sushi? Ettél már valaha sushit? Vagy I have played football with my friends this month. Fociztam már a barátaimmal ebben a hónapban. Jó? Tehát szépen végigmész az igéken, és mindegyik rendhagyó igével, vagy a nem rendhagyó igékkel is mondasz szépen egy példamondatot. Második számú gyakorlási mód, képleírás különböző igeidőkkel. Ezt is nagyon jól lehet egyedül gyakorolni. Fogsz egy képet valamilyen magazinból, vagy újságból, vagy akár az interneten, és elkezded hangosan elmondani a különböző igeidők segítségével, a különböző nyelvtani szerkezetek segítségével, hogy mit is látsz az adott képen. Például tegyük fel a játék kedvéért, hogy látsz egy képet egy családról, ahogy otthon ülnek. Akkor ilyen mondatokat lehetne például mondani. This is a very nice family. Ez egy nagyon szép család, ugye egyszerű jelen idő. They are playing cards at home. Éppen most kártyáznak otthon, ez ugye folyamatos jelen idő. The father hasn't arrived yet. Az édesapa még nem érkezett haza, ugye ez present perfect igeidő. They will watch a movie together later. Filmet fognak nézni együtt később, egyszerű jövő. És a harmadik számú gyakorlási mód, szituációról beszélsz hangosan, vagy éppen magadban. Ezt bárhol lehet gyakorolni, a buszon utazva, a közértben, miközben állsz sorban, vagy éppen sétálás közben, látod, hogy éppen mi zajlik körülötted, és szépen elkezdesz a körülötted lévő emberekről, vagy tárgyakról, vagy akármiről mondatokat mondani magadban. Például meglátsz egy öltönyös embert, elsétál melletted, és azt mondod, hogy he must be a lawyer. Szerintem ő biztosan ügyvéd. He hasn't had breakfast this morning.
Még ma nem reggelizett. He's going to have a meeting. Egy tárgyalása lesz. És így tovább, és így tovább. Úgyhogy még egyszer összegezve, az angol nyelvtant legkönnyebben úgy tudod a való élethez hasonló helyzetekben gyakorolni, hogyha hangosan és élő szóban gyakorlod, amikor csak az időd engedi. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, remélem, hogy hasznosnak találtad. Viszlát legközelebb!